hírni, ahelyett, hogy élni. Pedig élni szeretnék olyan színvonalon, mint Nyugat-Európában van. Ehhez viszont elsősorban arra lesz szükség. Tisztelt kollégák! Az elmúlt 100 évben a Nobel-díj vált a legnagyobb elismerésé, amit egy tudós kaphat élete során. A Nobel-díj a Svéd Királyi Tudományos Akadémia nem csak személyeket, díjazottakat választ, hanem értékeket közvetít, így döntésével alakítja is a világ szempillanatunkját. Mi magyarok a Nobel-díj kapcsán büszkék vagyunk a magyar származású díjazottak. Gratulálok! Nem tudom, ki ért el az eredményeket, ezt majd mindjárt meghalljuk és átadjuk az okleveleket, de egy biztos, hogy önök nagy lépést tettek, elsősorban saját korlátjaikat, tárgyaikat átugrották. A diákok tanulnak tőlünk, és mi is tanulunk a diákoktól. Azt gondolom, hogy egy főiskolának főleg az a feladata, hogy ne csak oktasson, hanem kutasson is, és a kutatásait megossza másokkal. Öröm számomra, hogy a könyvitel és auditálás tanszék megerősödött, és én már önállóan is tud nemzetközi konferenciát szervezni, ahol jeles ukrajnai és külföldi tudósok osztják meg gondolatukat, ami hát ha előrébb viszi Ukrajnát. Egy ilyen kis intézmény is tud ezért sokat tenni, hiszen Ukrajna 21. századi legnagyobb kihívása az, hogy hogyan fehérítse ki az immár fekete gazdaságot. Szerintem mindnyájan örülnénk, hogyha nem csak túlélésre lennénk beállítva, hanem a gazdaság úgy működne, ahogy működik, hogy az adókból fent lehetne tartani az intézményhálózatot, intézményrendszert, és az emberek nem csak túlélnének, hanem élnének is. Ehhez teszünk egy apró lépést, ehhez járulunk mi magunk hozzá. Egyébként nem az egyetlen konferencia, hiszen ma 13. alkalommal szervezik meg a kollégáink az Országos Tudományos Diákkari Konferenciát, ebben jeleskedik a Génius Jótékonysági Alapítvány. Hogy ilyen sok rendezvény és egyszerre párhuzamosan zajlik, azt is mutatja, hogy az intézményünk inkább immár felnőtt, önállóan tud dolgozni, és mindenki a saját helyén teszi a dolgát. Örülök ennek, és remélem, hogy ez az életképesség hosszú távon megmarad.